Fokozódik a forróság, szerdán Debrecenben akár 40 fok is lehet. Magyar fejlesztés villamoson alkalmazható ütközés elkerülő rendszert tesztelnek városunkban. Jó szezont remélnek, készülnek a bajnoki rajtra a DVS-e vízilabdázói. Köszöntöm Önöket, ez a Debrecen Televízió híradója, a Napszemle. Július 13-a kedd van, már is mondjuk a legfrissebb helyi híreket. A mostani hőhullám idején a víz a növényeknek is legalább annyira fontos, mint az embereknek. A Dekert munkatársai város szerte folyamatosan öntöznek. Naponta csak nem 40 ezer liter vizet használnak locsorásra. Erre a következő napokban is szükség lesz, hiszen még marad a kánikula. A meteorológusok szerint a keleti országrészben akár a hőségrekord is megdőlhet. Tombol a hőség. Kedden kora délután 37 fokot mutatott a hőmérő a Kossuth téren. Mindenki másképp hűtötte magát. Volt, aki jégkrémmel, volt, aki a párakapunál, de olyan is akadt, aki vizes palackot tett a pólója alá. A meleg azonban nem csak az embereket, hanem a növényeket is megviseli. Aki kertes házban él, ilyenkor gyakrabban és többet locsol. Általában egyszer, de ilyenkor hajnalban, nagyon korán, meg nagyon késő. Ilyenkor kétszer, mert nagy a szárazság. A város közterületein is sok a növény, amit öntözni kell. Ezekről a Dekert munkatársai gondoskodnak. Debrecenben naponta csaknem 40 ezer liter vizet használnak locsolásra. Jelenleg a város egész területén körülbelül 2200 fa, amit locsolunk. 40-nél több buszmegállóban 87 borostyánfal, és négyzetméterben most inkább nem is mondanám, de több tucat virágágyás. Ez az egyik jármű, amivel locsolnak. A tartályába 14 ezer liter víz fér. Ezzel a kocsival nem mindig könnyű megközelíteni a fákat. Az útmentiek öntözése néha fennakadást okoz a forgalomban. Hiába leállok vészvillogó villog felől is, de türelmetlenek nagyon a vezetők. Úgyhogy ezentúl is elnézést és türelmüket kérem a vezetőknek, mert akadályozom persze a forgalmat, de a fákat is sajnálom, hogy kiszáradjanak, úgyhogy minden két naponta, három naponta muszáj vagyunk ebbe a hőségbe locsolni. Az öntözésre a következő napokban is szükség lesz. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a nyugati országrészbe szerdán már érkezik egy kis felfrissülés egy hideg örvénynek köszönhetően. Debrecen térségében azonban marad a hőség, és holnap akár a meleg rekord is megdőlhet. A délkeleti-keleti országrészben a hőmérséklet még akár a 39-40 fokot is elérheti a délutáni órákban, úgyhogy igencsak meleg időre készülhetünk, és a veszélyjelzés már harmadfokú figyelmeztető előrejelzést tett ki mind a mai napra, mind a holnapi napra vonatkozólag. A mostani adatokból az látszik, hogy csütörtökön már itt a keleti országrészben is csökken a hőmérséklet. Fázni biztosan nem fogunk, mert még így is 28-30 fok lesz. Térségünkben azonban változékonyabbra fordul az időjárás, záporokra, akár heves zivatarokra is készülhetünk. Magyarországon elsőként Debrecenben tesztelik azt a villamosokra telepíthető ütközés elkerülő rendszert, ami már több nyugat-európai városban bizonyított. A technológia a telepített érzékelők segítségével veszély esetén figyelmezteti a villamos vezetőjét, hogy időben megkezdhesse a fékezést. A Bosch innovatív rendszerét Budapesten fejlesztették. A debreceni közlekedési vállalatnál egyelőre egy villamoson kezdték meg a fél éves tesztidőszakot. Ilyen hangos sípolás jelzi a villamos vezetőnek, ha veszélyt érzékel az ütközés elkerülő rendszer. Az országban elsőként ezen a debreceni villamoson tesztelik a radarokkal, kamerákkal felszerelt berendezést. Ez folyamatosan pásztázza a vonalat és elemzi a beérkező adatokat, szükség esetén pedig figyelmezteti a villamos vezetőjét. A debreceni közlekedési vállalatnál fél évig tesztelik majd az új közlekedésbiztonsági rendszert. Nagyon fontos a prevenció, nagyon fontos a megelőzés, hiszen ezzel az eszközzel tényleg
valószínűsíthetően kritikus és akár személyi sérülésekkel járó baleseteket előzhetünk meg. A Debrecenben tesztelt innovációs rendszert a Bosch fejlesztette ki. Több német és holland nagyvárosban már működik is. Az ottani tapasztalatok szerint 40%-kal csökkentette a villamos balesetek számát. Érdekessége, hogy az ütközés elkerülő berendezést magyar szakemberek fejlesztették ki. Nem csak a magyar mérnökök rátermettségét, hanem az magyar ipar szaktudását is hűen jellemzi. Hiszen a rendszer tervezésében kollégáim a Budapesti Fejlesztési Központ mérnökei részt vettek, a szenzorokat pedig a Bosch csoport 60-i gyárában gyártjuk. Barcsa Lajos alpolgármester a tesztüzem elindításánál kiemelte, mivel egyre nagyobb a városi utak terheltsége, jelentős figyelmet fordítanak arra, hogy minél többen vegyék igénybe inkább a közösségi közlekedést. Úgy tudjuk megtenni, hogy egyre magasabb szolgáltatási színvonalat kell nyújtani a debreceniek számára, és ezáltal tudja a debreceni közlekedési vállalat megszólítani az utazóközönséget. Az ütközés elkerülő berendezés amellett, hogy növeli a közlekedés biztonságot, csökkentheti a javítási költségeket is. Ez Debrecenben különösen hasznos lehet, hiszen az elmúlt 5 évben a két villamosvonalon összesen 70 millió forintos kár keletkezett a balesetek miatt. Az új 2-es villamosvonalán mind a 18 villamos megsérült, már van amelyik 10-szer. A szakemberek azt remélik, hogy a most tesztelt rendszert az ország több közlekedési társasága is be tudja majd vezetni. Sok bosszúságot okoznak a belvárosi vendéglősöknek a gyorsan hajtó biciklisek. Nem egyszer fordult már elő, hogy a pincéreknek ütközve a felszolgálásra váró étel-ital a földön kötött ki. A KRESZ szerint a kerékpárosok elhajthatnak az éttermek és a teraszok közötti szakaszon, de legfeljebb 10 km/h sebességgel. Az önkormányzat a belvárosban is biztonságos közlekedésre és a szabályok betartására kéri a kerékpárosokat. A gyalogosok mellett szlalomozva haladnak a biciklisek az éttermek és a teraszok között. Nem ritka ez a belvárosban. Ha azonban valaki túl gyorsan hajt, egy óvatlan pillanatban akár a felszolgálókat is elsodorhatja. Ennél az étteremnél ez már többször okozott bosszúságot. Szilárd Attila emiatt igyekszik mindig körültekintő lenni. Jöttem ki az étteremből a tálca a kezembe, körülnéztem, de annak ellenére kiütötték a kezemből a tálcát. Ez nem annyira jó érzés senkinek. A vendégek nevetnek, a járókelők nevetnek, én meg szedem össze a maradványokat. Anyagilag is nagy probléma a főnökség részéről. A város 2010-ben engedélyezte a kerékpározást a Piac utcán, a Kossuth utca és a Kávin tér közötti úgynevezett pormentesített díszburkolatos sétányokon. Ez alapján tehát nem szabálytalan itt biciklizni. A lényeg a sebességen van, ami maximum 10 km/h lehet. Kevesen tudják, de a rolleresekre ugyanazok a KRESZ szabályok vonatkoznak, mint a gyalogosokra. Annak érdekében, hogy ne ismétlődjenek a pincérbiciklis ütközős jelenetek, az önkormányzat a biztonságos közlekedésre hívja fel a figyelmet. Arra kérik a belvárosban közlekedőket, hogy a teraszok helyett lehetőleg a villamosinek melletti szakaszon rollerezzenek, biciklizzenek. Nagyon szeretnénk az, hogy Debrecenben ez egy virágos és tiszta belváros legyen, és egy olyan utcaképet lehessen látni a belvárosban, ahol leülnek a teraszokhoz kényelmesen, biztonságban. Tehát itt a vendéglátósok és maguknak a vendégek érdekeiben kérjük azt, hogy a biciklisek és a rolleresek legyenek tekintettel erre. Az önkormányzat egyébként folyamatosan vizsgálja a belváros közlekedési helyzetét. Azon dolgoznak, hogy a város hosszú távon is megfeleljen a növekvő kerékpáros igényeknek. Ismét drágulnak az üzemanyagok. Szerdától a 95-ös benzinára 5, a gázolai pedig 2 forinttal emelkedik. Így a hét közepétől a 95-ös motorbenzin literenkénti átlagára 451 forint, a gázolai pedig 447 forint lesz. Az újabb emelés után csaknem 10 éve nem látott szintre nő az üzemanyagok ára, és megközelíti a történelmi rekordot. Június óta egyébként a benzinára 28, míg a dízelé 22 forinttal drágult. Tankolás előtt most is érdemes tájékozódni, mert a debreceni töltőállomások árai között akár 40-50 forintos különbségek is lehetnek. Szabadságszerelem és örökzöld dalok. A képzelt riport egy amerikai popfesztiválról bemutatójára készül a debreceni Odeon. A szabadtéri előadást csütörtöktől láthatják a nézők.
A darabhoz rendhagyó köralakú színpad épült. Körben ülnek majd a nézők, a szereplők őket is bevonják az előadásba. A darabot 18-20 éves fiatalok játsszák, vagyis éppen olyan idősek, mint az általuk megformált karakterek. A fiatal színészek szerint talán ezért is tudtak könnyen azonosulni a szerepekkel. A képzelt riport egy amerikai popfesztiválról 48 éve mutatták be először. Az Odeon Színháznak a mostani előadás lesz az újranyitás utáni első premiere. Az előadás legfontosabb üzenete ma is a szabadság. Egy örök klasszikus, amit a színházban láttunk sokszor mindannyian, és arra gondoltuk, hogy ezt vegyük elő, és nézzük meg, hogy most mit mond ez nekünk, mit mond ez a nézőknek 2021-ben. Hortobágy valamennyi értékét megismerhetik majd a látogatók a Pusztán ünnepen. Az államalapításhoz kapcsolódó háromnapos rendezvénysorozattal a járvány miatt elmaradt programokat pótolják, valamint köszöntik a világörökség puszta új hungarikumát is. A Pusztán ünnep nemzeti értékeink a Délibábos Hortobágyon elnevezésű programsorozat Debrecen város támogatásával valósul meg. Tavaly a járványügyi korlátozások után 80 ezeren látogattak el Hortobágyra. Ebben az évben csendes volt a tavasz a pusztában. Több nagy esemény elmaradt, ezért döntöttek úgy Hortobágyon, hogy ezeket egy programsorozattal pótolják. Ne csak ápoljuk, éltessük a hagyományainkat, ez egy nagyon-nagyon fontos része a mi feladatunknak és kötelességünknek. Nagyon fontos megemlíteni, hogy az idei évben 129. alkalommal kerül megrendezésre a Hortobágyi Hídivásár, ahol az örökös pásztorokkal is találkozhatnak az ide látogatók. A Hídivásár idén a Pusztán ünnep programsorozat része lesz. Ezen belül rendezik meg a tavasszal elmaradt gulyás versenyt és pásztortalálkozót. Az idei lesz a 25. ilyen rendezvény, ahol fontos szerepet kap a karikásostor is. A Hungarikumok Bizottság úgy döntött, hogy ezt a fantasztikus pásztoreszközt, a karikásostort a hungarikumok sorába emeli. Egy nagyon nagy közös csergetéssel fogjuk megköszönni. Nagyon remélem, hogy több száz ember el fog ide látogatni nyakában karikásostorral, és a pusztában meg tudjuk szólaltatni ennek az eszköznek a hangját. A 350 éves Mátai Ménesben díjugrató és fogadhajtó versenyek pótolják majd az elmaradt lovasnapokat, és koncertek is színesítik a Pusztán ünnepet. A rendezvénysorozat beharangozó tájékoztatóján Széles Diana Debrecen alpolgármestere elmondta, 2017-ben elevenítették fel a civis város Hortobágyhoz fűződő több évszázados kapcsolatát, ezért is támogatja a programot az önkormányzat. A régióban ugyanis Debrecen nem csak vezető, de koordináló szerepet is vállal. Ez most itt a turizmusban nyilvánul benne, de akár az oktatás, egészségügy területén is tudom mondani az együttműködés, kulturális téren is nyilván ezek mind azok az együttműködések, ami azt adják, hogy a keleti régióban itt valós cselekvés van, és valós együttműködés, nem csak beszéd. A Pusztán ünnep programjait augusztus 20-a és 22-e között rendezik 4 hortobágyi helyszínen. Az előzőnél jobb, sikeresebb szezonban reménykednek a DVS-e vízilabdázói. A csapat elkezdte a felkészülést az új idényre. A keret még nem végleges, érkezők és távozók is vannak. A frissen kinevezett vezetőedző Süveges Máté lehetőségként tekint a szezonra, és abban bízik, hogy az új játékosok fontos tagjai lesznek a formálódó DVS-ének. Odafelé melláb, visszakrál, taposóláb, 12 ott. Tegnap óta vezényel edzéseket a DVS-e vízilabdázóinak Süveges Máté. A játékosból lett vezetőedző átalakult, de még nem végleges kerettel kezdte el az alapozást. A magyar válogatottal korábban VB ezüstérmes Török Béla jövő héten csatlakozik a csapathoz. A visszatérő Somlai Tamás és a Szentesről érkező Fülöp Bence ugyanakkor már a társakkal készül. Utóbbi 3 napja érkezett a városba, és reméli, hogy jó hangulatú, harcos csapat épül Debrecenben. Egyelőre még GPS-re járok ide edzésre, GPS-re járok haza, de hát ez persze majd változni fog. És hát a elvárások, illetve a várakozásaim azok mindenképpen az, hogy egy legjobb eredményt érjük el. Tehát azért, ha tavaly ugye osztályozott játszott a csapat, én úgy gondolom, hogy ez idén nem fog megismétlődni. A DVS-től Tőzsér Dávid, Krasznai Bendegúz, Nagy Norbert és Oltán Sebastian távozott. A játéktól visszavonult Süveges Máté 2 hónapos felkészülési programjában heti 9 edzés szerepel. A játékosok most szárazföldön és a vízben is dolgoznak az erőnlétükön.
A vezetőedző szerint egyelőre nehéz bajnoki esélyekről beszélni, mivel nem ismert a riválisok végleges kerete. A motivációval viszont nincs gond a csapatnál. Óriási kihívás és lehetőségként tekintek a előttem álló szezonra, mint edző. Az újonnan érkezőktől meg azt várom, hogy csapatunk oszlopai legyenek, és egy masszív játékot képviseljenek. A DVS-éhez várhatóan még egy játékos csatlakozik majd a szezon rajtig. Az együttes augusztusban Szentesen edzőtáborozik, ahol több felkészülési mérkőzést is játszik. Az OB1 szeptemberben kezdődik. Eddig tartott ma a napszemle. Riportjainkat keressék a dehír.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen mobiltelefonos alkalmazásán. Híradóval legközelebb holnap este 7-kor jelentkezünk. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!